iskolánkat 1952-ben, majd 70 éve alapították ebben az Ódon Ferences rendházban, ami az 1700-as évek végén épült. Magyar László Afrika kutatóról nevezte el a diák közösség iskolánkat. Azóta van iskolazászlónk, iskola címerünk, illetve az 1956-ban végzett tanulók kezdeményezték az aranykönyv megvalósítását. Ebben az aranykönyvbe minden ballagáskor azok a tanulók írhatják be nevüket, akik a 4, illetve most már 1995 óta a 6 év alatt olyan kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, hogy ezzel öregbítették iskolánk hírnevét. Gimnáziumunk is felkészíti tanítványait a közép és az emelt szintű érettségi vizsgára is. Tehát minden tantárgyból, amiből a tanulók igénylik, közép és emelt szintű érettségi vizsgára is felkészítjük őket. Iskolánk tulajdonképpen három megye találkozásánál helyezkedik el. Ez a tanulóifjúság összetételét is megmutatja. Fejér megyéből, Bács-Kiskun megyéből, illetve Tolna megyéből kerülnek ki tanulóink. A térség legcsaládiasabb gimnáziumának tartják intézményünket, viszonylag kis létszámmal dolgozunk, ahol lehet ott csoportbontásba. És elsősorban azokat a diákokat várjuk, akik szeretnek tanulni, vagy mindenféleképpen tovább szeretnének tanulni a gimnázium érettségének. Így van értelme, bár véleményünk szerint az érettségére előbb-utóbb mindenkinek szüksége lesz. Most azért, hogy sikeres legyen ez a továbbtanulás, szervezünk nyelvvizsga előkészítő órákat, illetve LCD elvizsgára felkészítést is folytatunk, hogyha van igény. A gimnáziumunkba hozott pontok alapján lehet bekerülni, nem kell megírni a központi felvételit, és mind a 8-nál, mind a 6-osok esetében 10 tantárgy számít, és ezekből a hozott jegyekből számítunk egy pontszámot, és az alapján tudjuk rangsorolni a diákokat. A 8-osoknak a nyílt nap 2021. november 16-án reggel 8 órától lesz. Itt bemutatjuk az intézményt, elmeséljük rövid történetet, illetve a tanórákon lehet részt venni és lehet ismerkedni a diákokkal, lehet eszmét cserélni a diákokkal. Nyilván az a leghitelesebb, hogyha éppen itt tanuló diákok mondanak véleményt az intézményünkről. A 6 évfolyamosok esetében 2022. február 3-án lesz ez a nyílt nap. Ez délután 15 órától. Hasonló szisztémában az intézményt mutatjuk be. Itt tanórákon nem tudnak részt venni, mert már ez a tanítás után van, viszont játékos feladatokat tudnak megoldani, és ezzel is képbe kerülnek a gimnáziumban folyó munkával kapcsolatban. A következő tanévre nagy szeretettel várjuk gimnáziumunkba a 8-os és a 6. évfolyamos tanulókat a 4, illetve a 6 évfolyamos képzésünkre.